Karácsony Gergely főpolgármester továbbra is ellenzi a Városliget beépítését, Horváth Csaba, Zugló polgármestere pedig azt mondta stábunknak, jobb lenne, ha az épületek konszenzussal születnének meg, és szeretnék, ha papír lenne arról, mi lesz az utolsó beruházás. Orbán Viktor a Néprajzi Múzeum hétvégi átadóján azt mondta, a választás eredményeit figyelembe véve Európa legnagyobb kulturális beruházásának, a Liget projektnek teljesen el kell készülnie. Bár a legtöbb budapesti múzeum hétfőnként zárva van, a Néprajzi Múzeum új épülete épp a hét első napján nyitotta meg kapuit. Hazatalál a Néprajzi Múzeum, hiszen egykor itt mutatkozott be a nagy közönségnek először a millennium időszakában. Két egymásba futó zöld domboldal, így beszélt az épület külsejéről a miniszteri biztos, hiszen a múzeum teteje füvesített és néhány fa is van rajta. Bán László szerint a Liget projekt sikeres, sok a látogató, ezek a tények pedig úgy véli, a nagy vitákat véglegesen lezárták, például azzal kapcsolatban, hogy nem elvettek a zöld területből, hanem hozzáadtak. Nem rém képekről zajlik a vita, milyen lesz és mi ellen kell küzdeni, még egyszer mondom, beton, lebetonozás, kiirtás, pusztulás, Liget Armageddon, hanem a valóságra jönnek ide a látogatók. A Liget látogatók is szeretik, és politikai hovatartozásra függetlenül élvezik azt, hogy ez a Liget mindenkinek többet ad, mint a megújítása előtt, és így lesz még a hátralévő projektekkel is. Ez a színháznak a felvonulási területe. 10 évvel ezelőtt viszont egy 300 méter hosszú és 30 méter magas épületkomplexumot tervezett oda a kormány, mondta a stábunknak Zugló polgármestere. Horváth Csaba szerint szakmai, politikai és civil ellenállás érte el, hogy ne úgy legyen. Az eredmény nézzük, akkor az eredmény 100-szor jobb, mint amit a kormány előzetesen a budapestiekre akart erőszakolni, és nyilván ebben az értelemben jobb az eredmény. De az igazán jó eredmény akkor lenne, hogyha érdemben le tudnánk zárni ezt a kérdést, és több lenne, mint egy miniszterelnöki kijelentés, hogy még. Mi azt szeretnénk, hogyha papír lenne arról, hogy mi az utolsó beruházás. Orbán Viktor a Néprajzi Múzeum vasárnapi megnyitóján beszélt arról, hogy április 3-án az emberek megadták nekik a felhatalmazást, például a Városliget megújítására is. Megerősítettek minket abban, hogy jól tettük, hogy megcsináltuk, és úgy gondolják, hogy még Európa legnagyobb kulturális beruházásának teljesen el kell készülnie. Úgy érzem, megkaptuk a felhatalmazást a teljes program megvalósítására. Karácsony Gergely nem állt kameránk elé, hivatala közleményt küldött híradónknak, ebben azt írták, a főpolgármester kapott meghívót a Néprajzi Múzeum átadására, de azon nem vett részt, mert ellenzi a Városliget beépítését. Továbbra is azt a miniszterelnöki ígéretet tartják mérvadónak, hogyha a főváros vezetése nem támogatja a Városliget beépítését, akkor a Liget projekt nem folytatódik.